környezetvédelem és ökoturizmus határok nélkül. Már az előző előadásokban is láthattuk, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet fejleszteni a diákok személyiségét, képességeit, lehet fejleszteni játékkal, matematika vagy kémia feladatokkal, programok felhasználásával, vagy éppen színjátszással. Egy további lehetőség ugyancsak a diákok személyiségének fejlesztésére a projektek alkalmazása a iskolai élet során. Az egész életen át tartó tanulás program család tulajdonképpen négy különböző projektet, projekttípust foglal magában, amelyek közül az első a Comenius, a második az Erasmus, a Leonardo da Vinci és a Comenius. A Comeniusról csodára kicsit bővebben is beszélni fogok, mivel az iskolán részt vett egy ilyen Comenius projektben. Az Erasmus projektben inkább egyetemisták számára, egy egyetemi számára kínál lehetőségeket. Például azt, hogy a diákok fél éveket töltsenek el különböző egyetemeken, de ugyanígy a tanárok számára is vannak lehetőségek pályázni. A Leonardo da Vinci a szakképzést segíti elő, tehát olyan iskolák, illetve iskoláknak a alkalmazottai, tehát tanárok is és diákok is egyetemen pályáznak, ahol szakképzés zajlik. Például lehetőség van arra, hogy a szakmai gyakorlatot egy másik országban végezze el az illető, más nyelvet is tanuljon közben, tehát ez is egy érdekes dolog. És ez az utolsó, ez a felnőtt képzésre vonatkozik. Tehát itt is tehát olyan intézmények, bármilyen intézménypályázat, illetve non-profit szervezet, alapítvány, ahol felnőtt képzés zajlik. A felnőtt fogalmát is meghatározza a projekt, 25 évnél idősebb személyekről van szó, illetve olyan esetben 25 évnél fiatalabb emberekről, akik viszont nem vesznek és semmilyen képzési rendszerben. Tehát a Comenius iskolai együttműködése is ebben a programcsaládban tartozik. Ez is egy nemzetközi együttműködés, amiben a különböző iskolák vesznek részt, és ezek hosszabb ideig, tehát két évig működnek együtt a projekt folyamán. Mindig van egy projektkoordinátor, amit önkéntesen és már a projekt megírás előtt eldöntenek a résztvevők, hogy ki lesz az, és vannak partnerek. A koordinátornak tulajdonképpen csak annyival van több feladata a partnerekhez képest, hogy szükség esetén egy kicsit beleszól a projekt lefolyásába, illetve neki lenne az a kötelesség, hogy biztosítsa a projektnek a megfelelő menetét. De általában ez azért együtt fogod történni a partnerekkel. És a kötelezettséggel is van azért a partnereknek, hogy mindenképpen projekttermékeket felmutassanak a végén. Tehát pályázni lehet az úgynevezett nemzeti irodáknál, tehát minden Európai Uniós országban lehetőség van pályázatot benyújtani. Két típusa van ennek a Comenius pályázatnak, a multilaterális, tehát több oldalú és a bilaterális két oldalú projekt. Itt arról van szó, hogy hány intézmény valósítja meg együtt a projektet. A miénk az több oldalú volt, mivel három ország vett részt a projektben. Itt látható a három ország, és ez volt a projekt. És a projektnek a címe végül is az volt, hogy környezetvédelem és ökoturizmus az európai régióban. Ez az előadásomnak a címe, amit most éppen látunk. Itt sorolnám fel a három résztvevő országot. Németország, Magyarország, Románia, illetve a résztvevő intézményeknek, a iskoláknak a nevét. Tehát ez a Németország iskola, ez egy 3000 diák jár oda, és van egy elméleti része, illetve van egy szakiskolai része is, ahol ilyen közigazgatási szakemberek, közigazgatásban dolgozó szakembereket fognak képezni. Akkor a magyarországi Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, illetve a mi iskolánk vett részt ebben a projektben. Itt látható egy néhány célkitűzés, amit igyekeztünk megvalósítani, hogy a diákok ismerjék meg egymás országainak a kultúráját, gazdaságát, szociális életét, és természetesen szerettük volna felhívni a környezetvédelmi problémát
angol, német és a román nyelvtudás fejlesztése is egy célkitűzés volt. Az angol azért mert szoroltam fel itt ezeket a nyelveket, mert tulajdonképpen a projekt közös nyelve az a német volt, de be kell valljuk, hogy a kommunikációban voltak problémák, és a diákok sokszor az angolt választották átidaló megoldásnak, de azért mindenképpen próbálkoztak németül is kommunikálni egymással. Már előre el kellett dönteni azt a projekt megírásokat, hogy kinek hány mobilitása lesz. A mobilitás az egy határon átívelő utazást jelent, tehát például Romániában, Németországban, vagy Németországból Magyarországra ez egy mobilitás. Itt látható, hogy mennyi mobilitást vállaltak az illető országok, és ennek függvényében kapták meg a támogatást végül is. A mi iskolán 15 ezer eurót kapott erre a projekt megvalósítására. Három projekt találkozó volt összesen. Az első, tehát ez a projekt az 2009. szeptemberében indult el, és azért látható, hogy a projekt találkozó csak jövő évben történt meg júniusban, de azért többen is zajlottak események az iskolában. És hát itt látható a programja nagyjából a projekt találkozónak, tehát itt találkoztunk személyesen egymással először, de már előzőleg is e-mail segítségével, az internet segítségével kapcsolatban voltunk egymással. Itt történt meg a bemutatkozás, és különböző tevékenységek zajlottak, amelyek természetesen a projekt témaköréhez kapcsolódtak. Például bemutatkoztunk, bemutattuk egymás országait, ez németül igyekeztünk megvalósítani, nem volt egyszerű, de sikerült. Zsuzsának külön dicséret értem, mert tényleg németül igyekezett ezt elmondani, és sok-sok ember előtt. A többi partner bemutatta az illető országát, iskoláját. Aztán ilyen játékok voltak, a diákoknak diákok feladatot kaptak, például, hogy egy adott környezetvédelmi problémát, és azt megpróbálták kielemelni, esetleg megoldási javaslatokat kidolgozni, és utána el kellett az egészet is mondani. Tehát kommunikálniuk kellett, ahol tudta, olyan nyelven, és utána bemutatni az eredményeket. Így ismerkedtek is egymással közben. Utána volt egy kis pihenés és szórakozás is a mászóparkban, ahol mindenki abszolút bebiztosította a sisakkal, mert nem tudom, háromszoros ki voltunk kötve. Tehát, hogyha nem kapaszkodott senki, akkor se esetett volna le, de azért mégis nagyon félelmetes volt olyan magasan mászkálni. Őszintén nem mindenki merte kipróbálni, de azért a többség, a diákok mind kipróbálta, és talán a többség is azért kezdett csatlakozni hozzá. Tehát ez egy érdekes élmény volt a szabadidőmben. Utána itt volt ez a bizonyos, itt is bemutatók zajlottak, tehát a ismerkedési játék volt, még tovább folytatódott, próbáltam megtanulni néhány nyelvet mindenkinek az anyanyelv, néhány szót elnézést mindenkinek az anyanyelvén, hát ezt nem mondjam, hogy a magyarral nagyon nagy gondjai voltak a németeknek. A román az könnyebben ment, kell valljuk őszintén, és hát itt voltak azok a plakátok, és kerültetek a plakátokat a diákok, ami összehoztak egymás munkáján, vagy közös munka eredményeként. Utána a kérdben három csoporttal szakadtunk, és három különböző helyre jutottunk el a diákokkal, de be kellett hozzuk magunkat, és elmentünk egy vízteletre, elmentünk egy olyan erdőbe, egyesek elmentek én személyesen, pont akkor nem voltam, egy másik alkalommal szerencsém volt nekem is lenni. Tehát van egy olyan erdő, ami tönkretett egy hurikán, a Kirill nevű hurikán, és azt úgy hagyták. Azért érdekes, mert tényleg mindent tönkretett ez a vihar, ez a természeti katasztrófa, és ott látható, hogy a természet hogy regenerálódik, hogy jön újra, hogy éled újra. És nagyon érdekes, hogy vannak hagyva, tehát teljesen a letölt fák, minden, és most már szép lassan, ez három éve történt, és most már lassan regenerálódik. Ahol a mitiáfeink, utána közösen, igen, elég voltak a mitiáfeink, itt az imóvízszerepel, és hát itt azért volt talán érdekes, mert a romániai, tehát nagyváradi imóvízszerepen is voltunk, és akkor össze tudtuk
kinyitására többek között az a két országban. Utána szerdán meglátogattuk a németországi partneriskolánkat, de szinte lehetetlen erre az iskolában egy fényképet készíteni, mert úgy körül van véve épületek és nagyon nagy méretű épület, tehát ennél jobb fényképű nem igen van. Ebben annyi látszik, hogy két nagy épületet összeköt ez a híd, de mivel mondtam, hogy 3000 diák jár ide, tehát valóban egy nagyon nagy épületről van szó. És így bemutatkoztuk, tehát az iskolát is egy kicsit megismertük, valami volt egy ünnepélyes momentum is, amikor ajándékot kaptunk a vendéglátóktól, ez ki is van tévok a tanárnő mellett ez a kép, amit kaptunk. Utána csütörtökön már az eredmények feldolgozása zajlott, és itt megint ugye kommunikálni kellett a diákoknak egymással, és eredményeket felmutatni, amelyeket be is mutattak azután. Hát igen, aztán volt természetesen próbálkiállítás, ahol mindenféle eredmények elhangzottak, és aztán egy kis véleményfelmérés is, hogy mi a véleményetek az egész projektről, illetve úgy egyáltalán erről a kapcsolatról. Érdekes volt hallani azt, hogy például a diákok úgy gondolták, hogy németország diákok azt mondták, hogy szerintem a Romániáról teljesen hibás képük volt, és ennek eredményeképpen, hogy megismertek minket, azért változott a véleményük. És a mi diákjaink is élőben tapasztalhattak pár dolgot, amit egyébként lehet, hogy nem. Hát itt most nem akarom is feltetni ezeket a véleményeket, de úgy azért az az igazság, hogy tényleg elmondhatjuk, hogy mindenki látott valami jót ebben a projektben, a többség azért a jót látta benne. Aztán következett, hát már egy év múlva, 2015-ben, tehát idén áprilisban volt a második projektálkozó év Nagyváradon, és ez is egyhetes volt, tehát ugye meg hosszú volt, mint a másik. Vasárnap elmentünk, szombaton megérkeztek a vendégek, és elmentünk Kolozsvárra, ez tulajdonképpen ez nem egy hivatalos programpont volt, csak azért, hogy egy kicsit ismerjék meg azért, ne csak Nagyváradot, mert egy kicsit többet is lássanak azért az országból. Nagyon tetszett nekik egyébként a város, meg az oda-vissza út is, ott megálltunk Körösfőn, vásároltak, fényképeztek, tehát azt nagyon tényleg tetszett nekik. Aztán hétfőn elmentünk a Cséfai Naturparkba, ez a nyugati szigetecség természetvédelmi területnek a része, és az idén nyilvánították naturparkba, tehát mi voltunk, az első látogatók között voltunk, itt az igazgató, rámint most, az ő vezetésével, illetve Nagy Attila ornitológus vezetésével nézzük meg a parkot, itt úgy tűnik, hogy nincs benne semmi érdekes, de ha két szakember magyaráz, akkor azért sok-sok érdekesség látható, meg madarakat figyelhetünk meg, távcsővel, és na, egy csomó mindent megtudtunk itt a parkról és a madarak életéről többek között. Utána kedden Benzel Márton biológus vezetésével elmentünk a Májusi fürdőbe, ahol ugye két őshonos fajt tekintettünk meg, a homor, bordás homorcsát, a lépizi tündörözsát, amelyek már 3 millió éve élnek ugyanaz a területen, illetve elmentünk a Tassádi barlangba, ami ott van ugyancsak nem messze, ott is paleontológiai lelőhely van, Benzel Márton és kollégái, ugye egykorom tenger volt, és ennek a felületnek a hely, és Benzel Márton és kollégái találtak vízi emlős csontokat, illetve fogakot, illetve mi magunk is láttunk, de annyi tényleg ott voltak a földön gerinctelen állatok lenyomatai, tehát ezek itt ilyen kajlócsok, sajnos a barlangba készült a felületet, és nem annyira éles. Tehát nagyon-nagyon sok lenyomatot láttunk, csak úgy egyszerűen szabad szemben. Magyarázott is a diákoknak, akik tényleg érdeklődtek a rossz idő ellenére, mert nagyon odafigyeltek, és részben végigcsináltuk az elkezdett programot, mert az eső az végig esett, és mindenki bővigázott nagyjából. Utána következett a iskola látogatás, tehát eljöttek az animal, meg is megték az iskolának is, és itt dolgoztuk fel aztán az eredményeket. A kémialapban és a biológia laboratóriumban zajlottak ezek a munkák. És hát megbeszéltük, megint ugyanazok a feladat, hogy plakátokat készíteni, prezentációkat készíteni, kiértékelni az eredményeket, plakátkiállítás volt, és végül aztán ő Sigulinszki Zsuzsan, aki a magyarországi koordinátor volt, és utána a díszteremben volt egy ilyen záróalkalom, bemutatták a diákok az eredményeket, mind a három csoport, részt vett az igazgató, és részt vett, most ebben a képen is lehetett, de átutazóban volt Metzinger Ferenc, akkor megyes igaz.
is hozzá is szólt az eseményekhez. És utána volt még egy nagyon-nagyon, mivel mi maradt pénzünk, dolgozzálottunk, lehetőségünk volt még 4 napra elmenni egy harmadik találkozóra Németországba. Az eredetileg nem volt betervezve, de végül is örülünk, hogy ez is sikerült. És ezt tulajdonképpen azt mondtuk, hogy akkor ez legyen egy ilyen kiértékelés, összefoglalás és az eredmények bemutatása. És akkor valóban ez történt, nagy úgy jött ki a lépés, vagy de nem jött a lépés, úgy terveztük, hogy ez az Európa napon történt meg, tehát már is 9-én, és akkor nagyon nagy, tehát sok vendég volt jelen a németországi iskolában, és nekünk is volt egy termünk, ahol mind a három országban egy csomó információ állt rendelkezésére az oda benézőknek, látogatóknak, tehát megmutatva nagyon sok mindent a három partnerországban, illetve láthatták azt, hogy konkrétan a gyerekek 2 évig mivel foglalkoztak, és nem ott volt a város polgármestere és a tanárok, tehát sokan bejöttek, és szülők is érdeklődtek, és lehetőzött mutatni az eredményeiket. Ilyen plakátok is készültek például Romániáról, de mindegyik ország prospektusok, brosúrák, minden nagyon sokféle anyag volt. És hát végül is sikerült minden országnak több mobilitást teljesíteni, tehát mindenki végül is jól gazdálkodott a pénzzel, úgy gondolom. Itt látható, hogy hány diák és hány tanár vett részt a mobilitásokon. Nekünk 21 mobilitásunk volt, az 5 tanár az úgy néz ki, hogy 2-szer voltam én, tehát én nekem 2 mobilitásom volt, és akkor volt még egyszer Csubottáréba, meg Zágozik Tamás, meg barátaink őt. Tehát így voltunk végül is, így volt az 5 mobilitás, és a 16 diákok az nagy részben azt a mostani 12 D teszik ki, akik akkor 10 D-sek volt, amikor elkezdődött a projekt, aztán még 11 D-sek, most még már, mire befejeződik, most már 12 D-sek lettek. Igen, hát milyen eredmények, projekt eredmények születtek, létrejött egy internetes oldal, ugye? És itt látható, hát ezt az oldalt, ezt Kotról László hozta létre, és akit érdekel az Adi honlapjáról, ott minden információt meg lehet nézni, tekinteni. Illetve van egy közös oldalunk, ami mindent összefoglal, mind a három iskola honlapjára el lehet onnan látogatni. Igen. Aztán például csak bemutatok itt egy postakus, amit Pihar megyéről készítettünk, egy 3 nyelven, románul, magyarul, németül, mert van ez a prospektus, tehát most itt digitális formátumban látod, ez ilyen 3 részre lehet összehajtani. Aztán ugyanígy 3 nyelven készült el egy brosúra, amiben kiemeltünk, hát lehetetlen, ugye mind a 3 ország minden turisztikai kínálatát összefoglalni, és ezért kiemeltünk így néhány fontosabb célpontot az európai régiókból. Aztán készült egy filmet, amiben Kupás Beán volt, 12 éves tanulónak volt nagy érdeme, tehát nagyon sokat filmezett, és vagy 5 filmünk van legalább. Egy nagy vállalatról is van egy szép bemutató film többek között. És hát lássuk, hogy akkor azon kívül, hogy konkrétan ugye utaztunk, ott voltunk, még milyen hozadékai vannak ennek a projektnek, tehát nem csak az anyagi oldalra kell nézni, hanem azt is, hogy szerintem a résztvevők egy ilyen 2 éves kapcsolat és munka során szerintem maradandó élményekkel gazdagodnak, olyasmivel, amit egész életükben nem fognak elfelejteni. Eljutottak olyan helyekre, amire valószínűleg egyébként nem, és szakemberekkel itt együtt, tehát úgy, hogy még magyaráztak is neki. Emellett a diákok is kibontakozhattak, tehát oda ráadásul olyan helyzetekben kellett helytárniuk, ami ugyancsak nem volt könnyű, tehát egy idegen nyelven beszélni, bemutatni, egymással kommunikálni, ötleteket, tehát a diákok is végigben voltak vonva a projektbe, és az ötleteiket is abszolút figyelembe vettük. És hát nem utolsó sorban emberi kapcsolatok, barátságok alakultak ki, amelyek fennállnak a mai napig, és ezek nem érnek véget a projekt befejezésének pillanatában. És hát megint néhány vélemény, a német gyerekek véleménye Romániáról, tehát szerintük, igen, itt érdekes, hogy ezt érdekel, hogy városi második nálunk több házak, a csúnya, szürke több házak, változnak nagyon szép épületekkel. Ez volt még érdekes számomra, hogy a németek azt gondolják, hogy Romániában nagyon jó is az élet, és itt nincs annyi stressz. Mi meg szerintem fordítva gondoljuk, nekünk úgy
ezt gondolták Románia, tehát nagyon tetszett nekik. Nagyon tetszett nekik az ország, és úgy gondolták, hogy működnek, hogy sokan jönnék össze is fognak jönni le. Az országban láttak itt. Jó, hát most nem akarok felolvasni mindenkinek a véleményét, és a Tessel a diákoknak nagyon sok készsége és képessége fejlődik egy ilyen folyás során, tehát elkezdve a tervezés, megfigyelés, vizsgálódás, ugye közrészletben akkor keresése, mert hát itt a prospektusok összeállításánál dokumentálódni kellett, fotózás, rajz, ugye filmezés, tehát rengeteg minden volt, és nem utolsó sorban kommunikálni más nyelven beszélő emberekkel. Ezek. Akkor így nézett ki a Cséfali csoportfér, és itt készült Romániában, és köszönöm szépen a figyelmet. De még nem kezdtem, mert szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a két év alatt segítettek, tehát az igazgatónőnek, a Máté igazgatónőnek, kontrollászónak, aki tényleg végig két évig a honlapot szerkesztette és segített feltenni az anyagokat, Hibácskó Gizinek, aki ugyancsak segített a dételmények összeállításában, Csubotárő Évánnak, Závoz Gitamásnak, Barátenyi Kőnek, aki kerülte, és Gura Gizinek, a könyvelőnek is egyébként, mert ő is sokan segített a banki ügyekben, és hát remélem, hogy nem hagytam ki senkit, de van mindenkinek. Köszönöm szépen!